Moson-Magyaróvári Ultra szurkolók bevonulásával vette kezdetét kedd délután az MKC Start szezonnyitó rendezvény az UFM arénában, ahol elsőként a klub elnöke, Horváthy Attila köszöntötte az összegyűlteket. Az eseményen elhangzott, az elmúlt két hónap a pályán és a pályán kívül is sok munkával telt. Az MKC felnőtt kézilabdás hölgyei edzőtáborokban vettek részt, pályára léptek többi között az elmúlt időszakban a dél-koreai vagy éppen a japán válogatott ellen, de játszottak a világhírű orosz kézilabda csapat, a Rostov Don ellen is az UFM arénában, ahol csupán egy góllal maradtak le a moson-magyaróvári hölgyek. Az elnök hozzátette, minden feltétel biztosítva volt a felkészülés során ahhoz, hogy egy elszánt, kemény, erős, céltudatos együttes lépjen a pályára a most pénteken induló bajnokságban. Ezen szavak után bemutatták a moson-magyaróvári kézilabda klub felnőtt női kézilabda csapatának tagjait is. Így a női kézilabda első osztályában a 2019-2020-as idényben pályára lépnek Dányi Bernadett, Ferenci Anna Mária, Fritz Noémi, Herceg Lili mint kapusok. Jobb szélső poszton Domokos Dalma, Katona Flóra, míg bal szélső poszton Hajtai Vanessa és Maria Holesova. A szezonban beállók lesznek Bardi Fruzsina, Horváth Bernadett, Barócai Eszter, míg irányítók és átlövők Gyimesi Kitti, Hudák Emma, Keller Mandóra, Lanc Barbora, Lázár Jázmin, Laura Popa, Szalai Zsuzsanna, Simona Szárkova, Karolin de Szóze és a csapat kapitánya Tilinger Tamara. A keret, valamint a szakmai stáb hivatalos bemutatóját követően Hoffmann László elmondta, a támogatóknak köszönhetően sokat javultak a felkészülési körülmények, a legfontosabb cél pedig, hogy az idei szezonban még jobb helyezést érjenek el az MKC-s hölgyek az NB1-ben. Ennek a klubnak sok nagy értéke van, leginkább az MKC család, de azt hiszem mindannyian elmondhatjuk, hogy ebben a legnagyobb értéket a játékosok képviselik. Most nem csak azért, mert csokba kerülnek, hanem azért is, mert mindannyian, akik itt vagyunk, azért dolgozunk, hogy nekik jobban menjen, ők minél jobb eredményeket tudjanak elérni, és azt hiszem, hogy itt csatolódik vissza a befektetett munka és energia, hogy utána mindenki, aki itt van, egy kicsivel boldogabb legyen. Az MKC meccsek hangulatáért a moson-magyaróvári szurkolótábor felel, akiknek ezúttal a klub elnöksége 600 ezer forintot ajánlott fel az idei szezonra, ezzel támogatva az egyesület úti költségét, jegyvásárlását. A legfontosabb dolog az, hogy mi megpróbáljuk azt kihozni, hogy minél jobban tudjunk az idegenbeli meccseken is olyan hazai körülményt teremteni a lányoknak, hogy ők azt érezzék, hogy oda-haza vannak. Ide-haza meg hát ezt a poklot, amit ígérhetünk folyamatosan, amit a szurkolótársakkal, akár az ultrákkal, akár az idősebb, szépkorú és a fiatal szurkolókkal. Itt Moson-Magyaróváron azért azt gondolom, hogy 1200 ember egy NB1-es, az tényleg egy profi bajnokság, ami világ egyik legerősebb bajnoksága, egy ilyen kemény és helytálló, mint csapat, mint pedig szurkológárdával, nagyon ritkán lehet találkozni. A moson-magyaróvári önkormányzat az idei szezonban is kiemelt támogatást nyújt a klubnak. Erről Iváncsics János beszélt az eseményen. 5 éve kezdtünk bele ebbe a kalandba, és módra jutottunk, hogy a világ legerősebb kézilabda bajnokságában egy nagyon erős csapat lettünk. És hanem is a legerősebb, de mindenképpen a legszimpatikusabb, és számunkra a legjobb csapat. Szeretnénk, hogyha ez megmaradna, szeretnénk, hogyha a játékosok is átéreznék azt, hogy Moson-Magyaróváron mennyire szeretik őket. Az eseményen részt vett Németh Zoltán, aki a klub társadalmi szerepvállalásának fontosságát emelte ki köszöntőjében. Ez egy régiós csapat, tulajdonképpen az egész szigetközi térségnek a csapata, és igen, bizony, ez egy olyan csapat, ami már kezd túlnőni a Moson-Magyaróvár város határain, és valóban a támogatók és a szurkolók is egyre nagyobb számban érkeznek a térségből a városon kívülről is. A sajtónyilvános esemény legfontosabb pillanata volt, hogy bemutatták a csapat támogatóit, köztük az új névadó szponzort, a Madersont, akikkel 3 évre szóló szerződést kötött a klub. A cég igazgatója elmondta, az SMR nagy családjához ezentúl az MKC is szorosan hozzátartozik. Az SMR, amelynek a logóját itt hordjuk a szívünk fölött, egy nagy család. És ennek a nagy család, ez a nagy család egy másik nagy családnak a része, a Madersont családnak, amely ugye az SMR-ből az M éppen a középső betű.
A Madárzon ugye annyit jelent anya és fia, ami jelképezi talán azt is, hogy mennyire erős a családi kötelék ebben a vállalatban. 1975-ben a vállalat megalapítása óta ez az erős családi kötelék járja át a mindennapjainkat, illetve beleívódott a DNS-ünkbe is már. A hivatalos szezonnyitón többször is elhangzott, az MKC legfontosabb célkitűzése, hogy stabil tagjai maradjanak a világ legerősebb női kézilabda bajnokságának. Két hónapos nyári felkészülési időszakban a vezetés mindent biztosított a szakmai stáb és a csapat számára. Edzőtáborok, nagyon jó edzőmérkőzések, minőségi ellenfelek ellen, egyéb tárgyi feltételek, minden adott volt ahhoz, hogy jól sikerüljön a felkészülés. Nyilván aztán ott a mérkőzésen lesz egy ellenfél, tehát, amely biztos úgy gondolkodik, mint hogy nyerni szeretnénk. De azt gondolom, tudjuk rá is, hol a helyünk. Egy nagyon stabil középcsapat szeretnénk lenni, amely hazai pályán viszont bárki ellen győzelmesélye lépett pályára. Az MKC felnőtt női csapata, a Madarson Moson-Magyaróvár pedig már ezen a héten bizonyíthat is, hiszen a szezon első meccsét augusztus 30-án pénteken játsszák az Alba FKC ellen idegenben. Az első hazai mérkőzés időpontja szeptember 6-a, amikor is a Váci NKS-e látogat majd el Moson-Magyaróvárra.